szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a mai népzenei és néptáncfesztiválon. Mindannyian tudjuk, hogy ha otthon, munka közben dúdolgatunk, énekelünk, nótázunk, esetleg a rádióval tegyük, akkor csak jobban érezzük magunkat. Mert a zene, az ének, a dal felügyíti lehetünk. Ha nem egyedül énekünk, hanem együtt, többen, még jobb a hangulat, és hogyha eljárunk egy dalkörbe, akkor pedig igazán jó érezzük. Ugyanígy vagyunk a tánccal is. Hogyha zenére mozgunk, akkor nem csak minden porcikánk mozdul meg, hanem azt tapasztaljuk, hogy visszahozza a fiatalságunkat. És jó kedvre kerülünk, jól érezzük magunkat. És hogyha közösen táncolunk, de talán egy műsorra készülünk, hát az már igazán havatott. Ugyanakkor nem hiányozhat a humor sem, és ma lesz itt három egyén, aki majd etéren fog teljesíteni nekünk. Tehát én úgy érzem, hogy a mai napon minden megvan ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, együtt énekeljünk, együtt táncoljunk, és hát humor is lesz. Tisztelettel köszöntöm azokat, akik most először vannak nálunk. Például Újjákról jöttek, majd csodálatos azután a hevesi kórus találkozón, a megyei kórus találkozón találkoztunk a Tarna Mérajakkal. Itt vannak ők is. Köszöntjük őket. Őket példaként merem állítani mindannyiunk elé. Tudnélik, ők több településről járnak össze egy közösségbe, és úgy készülnek föl a szereplésre. Azt hiszem, minden tiszteletet megérdemel. Ugyancsak először vannak nálunk a gyöngyöstarjáni pápakörösek is. Köszönjük őket! És mi már kétszer is voltunk náluk, de úgy tudom, hogy a nagyik, akik még az unokákat is magukkal hozták, most vannak itt először. Megnézem, hogy nehogy valaki. Ja, és zsámbokot hagytam ki, hát nem véletlenül, azért, mert sajnos ők csak délre fognak ide érni, egyéb más elfoglaltság miatt. Már többször találkoztunk, és igen szoros kapcsolat van közöttünk a Mátrafüredi Bene Egylet rabjaival, hiszen minden évben a Kétjibolyakúrám, a Halánkoloskúrám, nem beszélve a Bene búcsúról, együtt vagyunk, és egyéb más rendezvényekre. És ugyanakkor pedig a Mátra, a Gyöngyösi Mátra acélhang együttessel és a Mátra csoport tagjaival, pedig például karácsonykor Bécsbe és Kismartonba énekeltünk a Sőmunk kastélynak a színpadán, hát nagyon büszkék voltunk magunkra. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Visonkai Népdalkört, akik szinte minden találkozónkban itt vannak, és az idén ünneplik a kórus megalakulásának a 10. évfordulóját. Gratulálunk nekik! Jó ilyen fiatalnak lenni. És gratulálunk Edithének, aki olvastuk a Facebookon, hogy megszerezte a kórus vezetői oklevelet is. Hát nyilván ez a őszintén remélem, nem hagytam ki senki. Ja igen, a 60-iakat, teljesen jogos. Ők most megfogyva vár, de törve nem jöttek hozzánk, mert egy nagyon nagy létszámú egyesület,
de most nem jött össze, csak két fővel jöttek, illetve a klub vezető és kedves férje. Úgyhogy őket is tisztelettel köszönjük. Velünk is szoros kapcsolatunk van, hiszen oda járunk irodalmi vetélkedőre, hát nem kis feladat volt az idén sem. Azután humor és táncfesztiválra és egyéb más rendezvényeit rendszeres látogatói vagyunk. Hát mindezek után köszöntöm a Halászi Egyesületnek a tagjait is. Köszöntöm társaságunkban tisztelettel Bújdosó Sándorné, az Országos Nyugdíjas Szövetség feleslegei elnökét, és Marmoly Györgyöt, alelnök urat. Azt szeretném elmondani, hogy mindkettőjük azon fáradoznak, hogy egész évben a megyei nyugdíjas szervezeteinek programot szervezzenek. Ez a erdélyi kirándulástól egészen a demjéni sportnapig, az egri színház látogatástól mindenre kiterjed. A legnagyobb tisztelettel adózunk mindkettőjüknek. Tisztelettel köszöntöm körünkben községünk polgármesterét, Pásztor János Márkot. Polgármester úr még nem jött, nem érkezett meg, de itt van. Alpolgármester urat, Salamon Tamás. És azért azt el szeretném mondani és dicsekedni, hogy nagyon szerencsések vagyunk Gyöngyöshalászon. Polgármester úrunk tavaly megkapta az idős barát elismerést, polgármester elismerést. A polgármester úr minden rendezvényünkön meglep bennünket egy kis innivalóval, vagy bármit, amit kérünk. És az egész önkormányzat minden pályázatunkat támogatja. Köszönjük! És akkor most már nem is szabadítom a szót, átadom polgármester úrnak. Kedves vendégek, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, így Gyöngyöshalászon vagyok, a Gyöngyöshalászon is Gyöngyöshalászon. Jó látom, hogy felházom, úgyhogy köszönöm, hogy ennyien részt vesznek a rendezvényünkön. Szeretnék egy picit büszkélkedni, megöröm az alkalmat, pár mondatba hagyd mondjam el. Egy ünnepi hétnek a vége felé tartunk. 750 évvel ezelőtt volt első említés a Gyöngyöshalásznak írásos egy házi iratban. 1267-ben erre halász néle. Erre van most ez az ünnepi hetünk, úgyhogy nagyon méltó befejezéséhez közel, hogy ünnepik vannak. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek és jó szórakozást kívánok. Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket, kedves nyugdíjas társaim, polgármester urat, alpolgármester urat, és az ünneplő nyugdíjas klubot, és téged drága Judika, Sipos Lászlóné klubvezetőt. Nagyon nagy örömmel, és megmondom őszintén, úgy meghatott szívvel jöttünk a mai ünnepségre, mert ez az ünnepség tulajdonképpen hát egy kicsit nekünk is ünnepség, mert a Gyöngyöshalászi Nyugdíjas Klub alapító tagja a Nyugdíjasok Heves-megyei Szövetségének 25 évvel ezelőtt drága Irénke Stumpné és a klubtagok úgy döntöttek, hogy nem csak itt a községben,
a község idős embereiért fognak dolgozni és tenni, hanem egész Heves megyéért. Én azt hiszem, hogy ez az induló nagyság fejlődött aztán tovább, és hála Juditkának, hogy most már országosan jegyzik gyöngyös halász, akár versmondókról, akár énekesekről, akár táncosokról van szó, mert amikor Gyulán fellépnek, akkor már kimondják, hogy gyöngyös halász felcsattan a nagy tas. És kérem szépen, folytatom a kórussal. Juditka említette, hogy Hevesen volt a nyugdíjas kórusok megyei találkozója, onnan 5 csoport feljutott Csillebértre az országos találkozóra, és hát az egyik gyöngyös halász, ehhez is nagyon sok szeretettel gratulálok, és soha sincs műsor a körcsarnokban, amikor az idősek napját ünnepeljük gyöngyös halász nélkül, mert az a megyei elnökségnek a célja, hogy a körcsarnokban azok mutatkozzanak be, akik az országos versenyekről aranyat hoztak. Hát hál' Istennek az idén olyan aranybőségben szenvedünk, hogy van egy egész nagy kosárral, úgyhogy most az a gond, hogy az aranyak közül is kiket tudunk szerepeltetni, mert sajnos be van határolva a műsor ide. Polgármester úr említette, hogy 750 éves a település. Én azért szeretnék gratulálni a nyugdíjas klubnak, mert ebből a 750 évből az utolsó majdnem 3 évtizedet a községért tettek, és a községért nagyon sokat tettek. Értékteremtő emberek vagytok, nem csak a mindennapokban, hanem kivételes alkalmakkor is, és én ezt nagyon szépen köszönöm, és gratulálok hozzá. Hát én kívánok, Juditka, neked személy szerint, drága édeseim, a kórusnak, a versmondóknak, az énekeseknek, a nyugdíjas klubnak nagyon-nagyon sok sikert, örömet, boldogságot, és nagyon-nagyon jó egészséget. Juditka, drága, fogad szeretettel a virágot. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, gratulálok a 750 éves településnek, azt kívánom, hogy a 800-at is ebben a körben ünnepeljük. És nagyon sok sikert kívánok a nyugdíjas klubnak, a végeredményeseket is. Viszont látásra a tengében a sportnapot. De sok szél a
Yeah.
Bye.
dalcsok rovattal voltak, például Szatmári dalcsok volt, Kodály Zoltán Kállai kettősök, szintén kedvencem, katonadalok, erdőről szóló dalok, bordalok, barkogyű. Sokan haragusznak rám.
egy Szeregától Csütörtökig. Ugye, babám, sok szép idő? Száradjon beléd a tüdő! Akik leám haragszik, ráz a hideg tavaszig, ha akkor sem békénik, ráz a hideg hétvégig. Ha nem ugrik, maradja! Hát tönjeti a nyavaja! De milyen nyavaja? Hát a válogatós nyavaja! Mikor este lefekszik az köstörek vagyunk. Pedig mind nem vagyunk köstörek, csak az emberi magtalanok.
a jó Isten áldjon meg komám uram. Csak én ma rajtam. Akkor a komácsám megsegített. 9 óra múlva megszületett a fiamemre. Volt nagy öröm. Apósa még. Akkor a keresztelőt rendezett, mint a lábaraon lett volna. Az emberednek esze nem bírta fogni a száját. Végig foszik szaladozott a faluba. Néki, mert fia született. Néki, mert fia született. Hát, minden embert a kocsmába indítált. Hát gondoljátok el, hogy a faluba egy hétig nem volt üzenember. Na, de tehát múlt az idő. Egyszer csak megért elkezdtek az asszonyok zuhatolni a faluba, hogy nem is az emberentől van a gyerek. Hát még ilyen csak itt a is. Na de majd adok én nektek. Majd megmutatom én, hogy egyenis az apjától van az a gyerek. Hát, mint aztán az emberemmel nevelkedtük a gyereket, egyszer csak megint úgy történetek, hogy a komácsámmal kettesként maradtunk. Akkor meg elkolaszoltam neki. Mi mamma még mit beszélnek, hogy nem az emberentől van a gyerek. Az Istenke majd megfizet, csak én maradtam neki. Akkor a komácsa a mesegzsegített, akkor meg beszületett a szép jányom a Trézsi. Hát aztán az emberemmel a két gyerekükkel erős szépen felneveltük, már úgy jobban is bocsátottuk mind a kettőt. Nemes volt eddig semmi baj. Az emberen máig arra elbüszkék, hogy még két olyan szép gyerek, és ennyire nincs a faluban, mint neki van. De most, hogy már ilyen öreg lettem, mindig azon gondolkozok, hogy ugyan, ha meghalok, engem a Jóisten vagy a jobbjára veszenek. Mert hát mi tudjátok, én erősen istenfélő, jó asszony voltam világ életemben. Én az igaz útról soha, de soha le nem tértem. Éppen csak ez a két kis vétesség. De hát most gondoljátok el, hány jó lélek viséli az Istent az én vétességből. Edvinnek van a gyereki, meg az a gyerek. Trézsinnek 8, meg azon gyerekei. Na de hát, igen, úgy vagyok én is. Tegnap este is beszéltem a jó Istennel. Aztán mondtam neki, édes jó Istenként. Azért néha-néha. Külpamikát a lezzám a komácsámmal. Hát lássátok, ezért bízok én az Isten jó indulatába. Engem mégis csak a jobb oldalára veszem. Thank you.
Thank you.
Oh.
Jaj, de szépen szól a bükk széki hang.
Minden kis tábula irányít.
Arra ment egy halásra,
Oh, my.
szívemből kívánok minden kedves vendégre, itt most látok. Veszem Matyi fiam, s magam is Matyi vagyok. Szerencse csillagom most is fennel ragyog. Enyém a szerencse, hogy ide jöhettem. A meghívást köszönettel vettem. Akik ismernek, tudják, szeretek énekelni. Nagyon szeretek énekelni. Tudok is. Jelenleg a Gyöngyös Tarjáni Dagyik és Unokát énekkar tagja vagyok. Azt megelőzően, hogy egy 25 éves szemben keresztül a Mátré Egyesült, majd a Gyöngyös Tarjáni népdalkörben énekeltem, táncoltam, citeráztam Magyarország, Európa számtalan színpadán. A 25 év alatt nagyon, de nagyon sok szép népdal tanultam. Szűcsi Bőr, Hozima Mártól, Patáról, Szoknyástól, Jani bácsitól, Darjánból, Ellenétől, Rózsika nénitől, Bodó Gézától, és még sok más egyéb mástól. Most jelenleg úgy gondolom, hogy egy olyan történetet adok elő önöknek, ami rávilágít arra, hogy mi is az a népdal valójában. Fogadják dr. Zalai Szalai László tollából a népdal. Illő tisztelettel, tehát csendet kérek, figyelemmel kísérjék, hogy mit beszélek. Mert ilyen nincs csak a mesében. Ott is csak ritkán. Fogadják tehát a népdal. Olyan szeretettel, ahogy a névadom. Poézis óra volt. A katedrán Balajdi tanár ült. A becsületben megőszült, hosszú, fehér, kurucosan lelógó bajszú, szigorú, öreg Balajdi. Lecke a népdal, abból kellett felelni. Előveszi a notaszét, nézi, forgatja. Jöjjön ki a vasince. A vasince valahol a háttérben szurkolt, és eltárogatta magát. Azt a hét meg a nyolcát, azt se tudom, mi volt feladva. A népdal súgják neki. Bele se néztem, hogy gyere, gyere, türelmetlenkedik öreg Balajdi. Vince kiballa, meghajtja magát, és kivágja. A népdal! Aztán csak nézi, nézegeti a csizmájon rá, és hallgat. Na mi lesz, riaszt rá öreg Balajdi? Tudod, vagy nem tudod? Hát ma hogy ne tudnám örrel fel sértődöttem Vince? Csak előbb rendezni kell a gondolataimat. Hát csak rendet szólepésen Balajdi, miközben csibukott tölt, kicsihol, majd rájött. Egyszer csak Vince hátra csapta bozontos fejét, előreli, és beszélni kezd. Először csak bizonytalanul, ingorozva, mint a kisgyermek, mikor járni tanul, vagy mindig gördülékenyebben, mintha tükörlapon golyó gurulna. Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Balajdi nagy szemeket mereszt, hátul némelyek csendesen röhögnek, de Vince elszántan folytatja. Ez a nép ajkán dalos madárként szépen szálló, szóló, rötöső ének a népdal. Szól Balajdi, folytasd, hogy honnan jön, nem tudja senki. Hogy hová akar? Ki tudja? Csak jön, mint a sóhajtás, mint az esti szellő. Csak jön, mint az ökörnyál, mint a bárányfelhő. Hogy aztán eltűnjön, elszálljon, mint az ifjúság. Hogy aztán eltűnjön, elszálljon, mint a jókedv, a virágillat. Mint a levegő égen nagy fehér kinyílott virágként tovahúszó kócsak. Mint a bánatosan kiáltva vező szürketorolas darva. Hogy eltűnnek, elszállnak. Apja a szív, anyja az öröm vagy a bánat. Születik temetőben vagy fekete felhőn, hulló lemelen, lekoszált réten, zokogó viharok közt télen. Halálos csendnek. Valahogy annyira előre hajolt, hogy szinte kibukott a székből. A csibuk is kialudt a szájába. Vince pedig folytatta. Ám eddig komoran kongó hangja csengővé vált. Ez is csengővé, és könnyedtiltalmal rózsákat dobált a tanárra. Vagy születik harmadtól ragyogó hajnal rózsás újja hegyén, pünköskor a rózsabokorban,
vagy szálló aranyszélű felhő lágy patyolatján virágillatos pacsirta szól közepette tavasszal, vagy nyáron, szénakaszálláskor, aratáskor, csépléskor születik, szűzlányok vérpiros ajkán kazagva, repülve a népdal. Pillanatra elhallgatott, csak hogy levegőt kapja. Az osztály dermedten figyel, összevolja, mint a megretten bárány. Balajti csodálkozó pislogott, azt hitte álmodott. Nem jár egyedül, bejelenteti magát előre repülő gondolattársával az első sorban. Vidáman csevegő fecskemadár, az égkárpittyán hangjával ragyogó csillag a pacsirta, csalogán a bokrok furujája, kényes sárga rigófitty, golomnak bús búgása, vagy pittpalacó a bevezetője. Ékibolyával, vagy illatos pilával kezdődik, basilikum vagy muskáti szagos árván, vagy harmatos orgona hozza, vagy születik a padrózsabokorban, zöld erdőben, csörgerező patakágyán. Sokszor rozmarin, kökény, árvalány vagy szolgája alapozza, hozza, hordozza, mint elére szólt virágokon járó szép fiatal mennyasszony a népdal, midőn a szívek templom a felénkben. Húsongó örömök megnyilatkozása, elnervad remények képzelt utazása, zöld erdő zúgása, vadgalom búgása, az én bánatomnak sehol nincsen mása. Azok, akik sötét színben látják a világot, csirassatok engem, orgona virágot. Ki azt se tudja, mit kezd bánatával, elment az én rózsám idegen országba. Ki két kézzel kap ezer jó fű után, szomorú, borongós vasárnap délután, azzal segít magán, s mindjárt jobban bírja, a szíve bánatát dalolva kísírja. A boldog szerelem felkaszak a dalba, olyan az orszája, mint a piros alma. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál, csókokkal etettél, csókokkal itattál. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, az én galambomnak útat mutassatok. Szabad a madárnak ágról ágra szállni, leánynak, legénynek, vágyakozva várni. Példának okáért egyet előadok, hiszen leckét mondok, amikor dalolok. Jaj, de kerek, jaj, de magas a mulató dombja, azon legelem egész nyáron a tarjáni konda. Legény kutyám, vigyázz rája, hogy széjjel ne menjen. Még a babám a csárgába ölelget majd engem. Toklár, én adjon Isten minden jót, sok szépet. Nem jöttem én, csupán csak a portékája vége. Tehet elég akár ennyi, mégse leszek részek. Csak mikor a kis angyalom két szemével nézek. Tehet elég akár ennyi, mégse leszek részek. Csak mikor a kis angyalom két szemével nézek. Jó szám nálad
az én kis angyalom más ölével játszik. Nem bánom, nem bánom, de mégis sajnálom, hogy a kis angyalom más ölével látom. Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, nem sepel ki többé az én gyenge karom. Ott hadd töljék a betyának arra.
ne menjek a kapuba, nem hallgattam édesanyám szavára, meg is tart a szerelem nem sokára. Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok én az erdőben remete, sem remete, sem a füget állnak a lábam. Én vagyok az, kinek nincsen barája, sem remete, sem a füget állnak a lábam. Én vagyok az, kinek nincsen barája. Egy rózsapán megszámoltam száz rózsát, mint a százat elküldöm majd te hozzá. Közelébe belelem a lelkemet, léked össze, ha nem szeretsz engemet. Közelébe belelem a lelkemet, léked össze, ha nem szeretsz engemet. Nincs széna, nincs szalma, nincs a széna tartóba, meg is szintak érte, amit van rajtóba. Lesz széna, lesz szalma, lesz a széna tartóba, oda várnak rózsák, amit van rajtóba. Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsomolnak rózsák, amit van rajtóba. A másik lábára sántít, összeütnénk a fejünket.
nagyon fontos, hogy legyen egy bizonyos menetsebessége. Nem a sétára gondolok, mert hogyha a lába menése lassú, mint a haza menése, nagyon gyakran kell gatyát cserélni, és most ne legyen sokkal magasabb, mint én, mert ha ketten cipelünk csomagot, és ő neki a keze följebb van, akkor én viszem az egész terhet. Jó lenne, ha jó erőre volna, mert az én házamnál 80 méter járdát kell takarítani, és a havat is söpörni. Nem lenne hátrány. Ha mennél kisebb volna a szexigénye, és annál nagyobb a nyugdíja. És még egy utolsó kívánságom volna. Ha valami jó tündér el tudná intézni, hogy legalább 20 évben legyek fiatalabb, mint én. No, de ettől félek nagyon, mert ebben a felfordult világban annyi minden történik, lehet, hogy a jó tündérek is talafinták, és úgy varázsolnának, hogy én lennék 100 éves. Yeah.
szeretnénk egy pár szóval bemutatkozni előttem. A Zsámboki Népi Együttes múltja a Gyöngyös Bokréta mozgalomig vezethető vissza, amelyhez 1935-ben csatlakozott. A Zsámboki Népi Együttes 2009 őszétől Zsámboki Hagyományőrző Népi Egyesületként működik. Jelenleg két csoportból áll, az asszonykórusból és az új Gyöngyös Bokrétások csoportjából. Az asszonykórus a legrégebben alakult csoport a Népi Együttesen belül. Mivel az együttes hagyományőrző, ezért nagy gondot fordítottak és fordítanak ma is a régi népdalok összegyűjtésére, megőrzésére. Ezeket a dalokat az asszonykórus adja elő. Fennállásuk során számos oklevelet, serleget és aranyminősítéseket tudhatnak a magukénak. A táncos csoport fő feladatának a hagyományok és a szokások ápolását tekinti. 15 évvel ezelőtt alakult fiatal asszonyok és lányok alkották a Gyöngyös Bokrétás csoportot. Az együttes külföldi kapcsolatokkal is rendelkezik, és szívesen tesz eleget más települések meghívásának. Köszönjük szépen a meghívást, és szeretnénk Sipos Lászlónak megköszönni, hogy jöhetünk ide önökhöz. Fogadják tőlük ezt a csapatot.
Véres legény, nem igazi bőr
Szeretnék hajlat csillag lenni, a kovács
De a küske bököli a kezemet,